A mezőhegyesi sárgaménesből alakult ki a gidrán lófajta. Az 1816-ban Egyiptomból vásárolt Gidrán Szenyor nevezetű arab telivér volt, annak a Gidrán kettes törzsménnek az apja, mely kezdetben egy rendkívül vegyes kancaállományt fedezett mezőhegyesen. Ekkor még a ménesek állományát nem származás, hanem szín szerint állították össze. Amikor 1855-ben áttértek a származás szerinti csoportosításra, kiderült, hogy a sárga színű ménes kancáinak nagy része Gidrán kettes leszármazottja. Ekkor kezdődött az újfajta tudatos tenyésztése. A rokon tenyésztés elkerülése miatt gyakran fedeztették a Gidrán kancákat angol telivérrel. A két világháború jelentősen megtizedelte az állományt, és a 60-as évek állattenyésztési politikája sem támogatta a hagyományos magyar lófajták genetikai megőrzését, így nagyon kevés tiszta vérű egyed maradt fenn. Küllemét tekintve erőteljes szervezetű, tömeges, középnehéz hátas és hámos típusú fajta, arányos fejjel, középmagasan illesztett nyakkal, kifejezett marral, erős csontozattal és közepesen hosszú háttal. Fogat és hátaslónak egyaránt megfelelő. A mezőhegyesi pejménesből alakult ki a furiózó North Star fajta. Most Tolna megyében vagyunk, Pálfa nevű településen, ahol a bajor királyi herceg által kitenyésztett sárvári tenyészanyag található, és ezeknek a tenyésztése folyik itt. A furiózó North Star fajta eredete az 1785-ben alapított mezőhegyesre nyúlik vissza, ahol a mezőhegyesi pejménesbe az 1800-as évek közepén került két angol telivér fedezőmén, a furiózó és a North Star nevezetű, amit végül is megalapították a pejménesbe, a furiózó North Star, hosszú időn keresztül a mezőhegyesi félvérnek hívott lófajtát. 1919-ben Romániába, a mai Boncidára került a törzsállomány, ahol még a mai napig megtalálható a furiózó North Star, az eredeti mezőhegyesi tenyésztési elvek alapján tenyésztve. Furiózó North Star, mivel mezőhegyesen lett kitenyésztve, a Nonius és a Gidrán mellett, ő lett a középló, tehát a Gidrán mint hátas típus, a Nonius mint igás, tüzérhámos, és a furiózó North Star pedig a nyerges és a hátas típusú lófajta is. Mivel a pejménesbe tenyésztették ki mezőhegyesen, így a fő színe a pej, de előfordulnak fekete és sárga egyedek is. Típusában egy nemes, elegáns, jó mozgású, jó vérmérsékletű, jó kezelhetőségű lófajta, és a magyar rovakra jellemző keménység őrá is jellemző. Külsőre hát egy középnagy lófajta, amelynek vannak a telivérezett egyedei, amelyek nemesebbek, egy kicsit könnyebb csontúak, és van neki egy tömegesebb, rámásabb típusa, az egy hagyományosabb típus, ami inkább fogatos használatra, a könnyebb telivérezett jellegű lovak pedig sportcélra kifejezetten alkalmasak. A fajtára jellemző rendkívüli jó munkakészség, ami a sportban is, és a gyereklovagoltatásban, a turisztikában és mindenféle lovas sportokban kifejezetten pozitív tulajdonsága. Ezek a legfontosabb tulajdonságai a jó munkakészség, a jó szervezeti szilárdság, a telivérezett egyedekre, ami mellett most is állunk, egy debárt furiózó, amelynek az ivadékai kifejezetten jó mozgásúak, ami a fogathajtás vár a nemzetközi színvonal eléréséhez már elengedhetetlen.